Ahol ringbe léptek, ott győzelmeket arattak. A boxvilág ökölvívó képzőese versenyzői az elmúlt hetekben több országos eseményen léptek ringbe. Legutóbb pedig Szuknai Zsuzsanna diadalmaskodott. A budapesti kickbox világkupán ezúttal sem talált legyőzőre. Sűrű, versenyekkel dúsított heteken vannak túl a boxvilág ökölvívó képzőese versenyzői. Takács Petra a fővárosban lépett kötelek közé a rendészkupán, ahol rendhagyó módon egy nap alatt kétszer is kesztyűt húzott, de mindkét mérkőzését sikerrel vette. Az első meccs az elég kemény volt. Súlyban nagyjából annyi lehetett, mint én. Ott végig ment mind a három menet. Elég kemény küzdelembe, de aztán én kerültem ki győztesen. Hát a másik, ő is egy jó ellenfelem volt, vele egy menetet sikerült boxolnunk. Majd Hódmezővásárhelyen a kicsik is bemutathatták, mit tudnak, de a felnőttek is ringbe léptek. Itt Karácsony Rihárdnak sikerült győzelemmel hazatérnie. A második menetben egy vitatott intést kaptam passzivitás miatt. Ez abból áll, hogy túlvédekeztem a dolgot, nem reagáltam vissza, ebből kifolyólag rám számoltak. Ugye ez a második menet ez kétséges volt, a harmadik menetben az szintén egy adok-kapok volt, úgyhogy így 2-1-es pontozással, de sikerült hoznom a mérkőzést. Legutóbb pedig szintén Budapesten Szuknai Zsuzsanna volt érdekelt. A kickbox világkupán light kontaktban 65 kg-ban, Masters kategóriában ezúttal sem talált legyőzőre. Európa és világbajnokságot, valamint világkupát egybevéve 6 éve senki sem tudja megverni őt. Közeljövőben lesznek még erősebb versenyek, amivel sikerül felkészülni az elkövetkezendő világbajnokságra, és ebben az évben világbajnokság van két kategóriában, ahol szeretnék címet védeni, jól szerepelni, és hát ezúton szeretném megköszönni a Future Line-nak, hogy az edzésünket kiegészítette egy elektroterápiás edzéssel, így megnövelve a felkészülésünket, és minél jobb állapotban sikerült a világkupán részt venni. A munka tovább folytatódik a boxvilág edzésein, a befektetett munka pedig garantáltan meghozza gyümölcsét a soron következő versenyeken is.